Sziasztok! Itt vagyunk az év Belgia verseny eredményhirdetésén, ahol három kategóriában hirdettek idén eredményt. De mákos, diós és egy ínyenc kategória, amiben számtalan alapanyagot fel lehetett használni, ki ilyet szeretett volna. Mind a hármat gondoltuk, hogy megkóstoljuk, de alapvetően azt gondoljuk, hogy mákostól csak azt várnánk, hogy mákos legyen. Egy diósról pedig azt, hogy diós, tehát egy nagy izgalmat nem nyert. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az ínyenc kategóriát fogjuk megkóstolni, ami... És ő az ínyenc kategória, így néz ki, így van, amiben egyébként pekán dióban. Amíg te beszélsz róla, én belekóstolok, csak hogy ahogy tudjuk, hogy milyen. De igen, pekán dió, és van még egy alapanyag benne. Kíváncsi vagyok, hogy neked hogy ízlik, én lehet, hogy egy kicsi darabot fogok ebből csípni. Alma rémlik nekem egyébként. Karamellizált alma van benne. Alma, tehát így néz ki. Amúgy illatra is isteni. Tehát, hogy ezek tényleg nem olyanok, amire úgy feltétlenül gondolnál. Neked hogy ízlik? Még látom, hogy eszed, de akkor hagylak téged. Érdekes egyébként. Igen? Nekem tetszik. Mindenképp új íz. Egyébként olyan, mintha lenne benne egy pici ilyen fahíjas is, de azt lehet, hogy csak én érzem benne, azt mondom, hogy minden még egyet kóstolok, és lehet, hogy az almában, vagy nem tudom, de érdekes, van egy ilyen karácsonyas jellegű hangulata, tehát, hogy nem rossz. Én azt mondom, hogy ha gondolod, akkor te is próbáld ki. Jó. Egyébként ezt a Promenád kávéházban tudjátok megkóstolni Balatongyörökön, hogyha titeket is, vagy Györkön, ha titeket is érdekel, tehát ha gondoljátok, kóstoljátok meg. Nem hinném, hogy már ezt a pillanat felé tereidét teszem, csak hogy átugyom tőled. Kimondottan elégedett voltam vele, és nagyon tetszett, hogy olyan kóstold kis... Kóstold meg addig te is. Ezek a kis a karamellizált gyümölcsök kimondottan egyébként jót tettek neki, de akkor én meg a másik végéről megkóstolom. Vártam, bár ugye villával szedtem el. Igen, de... Ami érdekes lesz majd, hogy az almát szerintem nagyon, nagyon komolyan fogod érezni, tehát hogy azok tényleg ilyen jó kis apróra vágott karamellizált almadarabkák. Igen, tehát teljesen más élményt ad, mint adnak alapjában véve a Bejlik, úgyhogy elégedettek vagyunk. Kimondottak, tehát érdemes megkóstolnotok. Ha érdekel titeket több info, akkor megtaláljátok a blogunkon a teljes anyagot, amiben az összenyertesről írunk. Sziasztok!